Sziasztok! Teljesen jogosan vetődik fel bennetek a kérdés, hogy vajon mi köze lehet a mai adás témájának a Zugló vasútállomáshoz. És az igazat megvalva, az égvilágon semmi. Arról van szó, hogy a belvárosban volt dolgom, most pedig tartok hazafelé, és vonattal volt a legegyszerűbb visszajönni Zuglóba. Amint látjátok, kicsit szokatlan, de ingben vagyok. Ez azért van így, mert a Magyar Tudományos Akadémián voltam éppen, ahol most adták át a Prosciencia aranyérmeket. Úgy terveztem, hogy tök jó háttér lett volna az MTA épülete, és ott elmondtam volna nektek, hogy Prosciencia aranyéremre azok pályázhatnak, akik az országos tudományos diákköri konferenciákon a saját szekciójukban első helyezést értek el. De ott olyan mérhetetlenül nagy volt a szél, hogy még azt sem tudtam elérni, hogy megálljon fixen a kamera az állványom. Hát ezért vagyok most itt, és itt reagálok néhány olyan hozzászólásra, ami az előző svéd naprendszeres videó után érkezett. Nagyon sokan küldtetek szóvicceket, például miért nem voltak jók a rómaiak matematikából, mert az x mindig 10 volt. Vagy miért nincsenek a bolygónkon idegenek, azért, mert a Földön nem alien. Ne felejtsétek, ha nem tudjátok a kémiát, akkor C4H10 haltok meg. És hogyan gazdagszik meg a kémikus? Pénzre tesz szert. Mondjuk ezt nem ismertem. De volt, aki Twitteren jegyezte meg, hogy reméli, hogy már elvitt engem a szóvic rendőrség, bár ez egy kicsit furcsa, hogy pont azok vinnének el, akiknek az a jelszavuk, hogy szolgálunk, svédünk. De persze nem csak ilyen visszajelzések érkeztek, hanem kifejezetten oktatási célúak is. Például Anna írta, hogy a Göztát Jöztának kellett volna ejteni, Angströmöt pedig Ungströmnek. A többi stimmelt. Köszönöm. Többen a tartalomhoz is hozzászóltatok, például kiderült, hogy Zágrábban is van ilyen, igaz, kisebb naprendszermodell, de az is igaz viszont, hogy még Horvátországig sem kell feltétlenül elmennünk, ugyanis Magyarországon is több naprendszermodell is van. Őszintén szóval nem tudom, hogy ezeket miért nem mondtam a múltkori videóban, pedig mondhattam volna igazán. Például sétáló naprendszer van a Népligetben is, és Nyerges Gyula csillagász arra is felhívta a figyelmemet, hogy a Konkolyt határozottan ivel kell ejteni, tehát nem Konkolyt, hanem Konkoli. A nagytagyosi családi temetőben akad olyan sírkő, amelyikre a Konkoli név van vésve, de találkoztam családtagokkal, akik ezt megerősítették. Ezt nem én mondom, hanem ő írta nekem Facebookon. De most hagyjuk magunk mögött a naprendszert, ugyanis érkezett egy másik levél is, de ahhoz elindulok, mert elég hideg van. És akkor most minden dramaturgiai megfontolást félretéve folytatom innen az újvidéktéri játszótérről. Szóval Bencétől kaptam egy elég hosszú e-mailt, röviden megpróbálom nektek összefoglalni. Ő egy szakközépbe járt, és nem feltétlenül érzem azt az e-mailből, hogy a közvetlen környezetem mindenben maximálisan támogatta volna, de a lényeg, hogy ő úgy döntött, hogy egy olyan pályát választ magának, amihez nagyon-nagyon keményen tanult, és most sikerült bekerülnie az egyik egyetemnek, nem mondom ki a nevét, a mérnök informatikus képzésére. Bence, ehhez nagyon gratulálok. Igen, ám csak ahogy Bence írja, már lassan vége az első fél évnek, jönnek a vizsgák, és eléggé nehézkesen ment a tanulás, nagyon nehéz volt az átállás az egyetemi életre, és a tárgyak is elég magas szinten vannak, stb. Stb. Ugye Bence ír arról, hogy az EHI bár meglettek, de azért azok sem sikerültek túl fényesen. És itt jön a kérdése. Azt szeretném kérni, illetve kérdezni, hogy neked mi volt a motiváció, vagy mi ösztönzi az embert, hogyan vegyem rá magam, hogy megtanuljam a dolgokat, mert ugye, mint tudjuk, nem fenékig telj fel minden, és vannak olyan részek, amikre szükség van, de semmi élvezet nincs bennük, bár tudnék erre válaszolni. Az a helyzet viszont, hogy nem vagyok egy tanulásmódszertani szakember, nem vagyok pszichológus, tehát nagyon nehezen tudnám megválaszolni hitelesen azt, hogy mi az, amivel igazán lehet ösztönözni az embereket, hiszen gondolom többféle ember van. Persze itt most mondhatjátok, hogy nem többféle, hanem kétféle. Az egyik az, aki tud hiányos adatsorból extrapolálni. A lényeget... A levélre visszatérve csak a saját tapasztalatomról tudok beszélni, ami ugye rám vonatkozik, viszont közben elerett az eső, azt hiszem bemászom a mászókába. Tehát, előestem neked a régi leckekönyvemet, amiben nagyon sok mindent meg szeretnék mutatni, amit talán a legkevésbé, de úgyis megfogom, az a régi igazolványképen. Közben itt nagyon-nagyon zúg az eső, úgyhogy lehet, hogy itt fogom tölteni az egész hátralévő délután. Persze a háttérben hintázó kölyköket úgy látszik, hogy ez egyáltalán nem zavarja. Na de nézzük ezt az indexet. Amikor elkezdtem az egyetemet az első fél év végén,
3,03 volt az átlagom, ami nem épp a legfényesebb. Aztán, amikor elérkezett a második fél év sorra, megjelentek olyan pecsétek az indexemben, hogy görget, görget és görget. Vagyis nem sikerült teljesítenem azokat a tárgyakat. Ennek megfelelően ennek a fél évnek az átlaga már csak 2,89 volt. Amúgy nem emlékszem, mik voltak azok. Az egyik biometria, a másik növényrendszertan, a harmadik pedig... szerves kémia. A következő fél év sem lett valami fényes, 2,57 lett az átlagom, ami azért valljuk be, elég siralmas. Szerintem az egyetem első két évében nagyon hasonlóan éreztem magam, mint te. Négy fél éven keresztül csak az alapozás ment. Bár ezen egy akkori építészhallgató barátom elcsodálkozott, náluk ugyanis csak fél év volt az alapozás. Na de a lényeg, hogy nem értettem az értelmét az egésznek. Ezek után viszont egy ösztöndíjjal kijutottam az Egyesült Államokba, ahol gyakornokként dolgoztam, és kifejezetten gyakorlati oldalról néztem meg azt, amit egyébként tanulni voltam hivatott. Amikor két év után visszatértem és folytattam a tanulmányaimat, akkor már 4,1 volt az átlagom, majd pedig 4,33, 4,58, 4,5, 4,6, 4,29, ez borzalmasan rossz volt, 4,7, és ennyi. És ezekkel az eredményekkel együtt már utána tudtam jelentkezni a doktori iskolába. Igazság szerint nem tudom megmondani, hogy mi volt az az ok, amiért 2 egész valamennyiről 4 egész valamennyire ugrott az átlagom. Én mindig azzal magyaráztam, hogy gyakorlatban is megtanultam azt, hogy mi az, amit voltak éppen elméletben tanulnék. És ezért örülök a gyakorlati képzéseknek, ahol gyakorlat és elmélet egyaránt jelen van, tehát az, amikor a hallgató látja azt, hogy mi is az, amit voltak éppen tanulnia kéne, mi is az az ipari terület, amit neki ki kellene aztán szolgálnia. Vagy más terület a szaktól függően. És tudom, hogy egy csomó egyetemi képzésben nem igazán ez a helyzet. Az embernek pedig 18 évesen valószínűleg még fogalma sincs arról, hogy az a szakma, amit választott, vagy választania kellett az érettségi évében, mit is tartalmaz egész pontosan. Viszont onnantól, hogy egy kicsit ráláttam, másképp álltam azokhoz a töltelék-tárgyakhoz is, amit mindenképpen meg kellett tanulni. Mert tudtam, hogy ezeken át kell esni, és utána minden oké lesz. De akkor már volt bennem egy cél, tudtam, hogy nagyjából mit akarok csinálni, kutatni kezdtem az egyetemen, és itt visszakanyarodok a Prosciencia aranyéremhez és az UTDK-hoz, tehát bele lovoltam magam ebbe a területbe, és ez hajtott előre. Ez pedig egy belső motiváció volt, ami hajtott előre a többi tárgynál is. De sajnos nem tudom, hogy mindezt mennyire lehetne általánosítani, úgyhogy írjátok meg ti is a véleményeteket vagy tapasztalatotokat, és hát ha abból összetudunk rakni valamit. Vagy egyébként pedig tanulásmódszertani szakemberekkel, pszichológusokkal lehet érdemes beszélni erről a témáról. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Rövidesen újra találkozunk majd. Sziasztok! Ja, elállt az eső, mehetek haza.